A megyei békéltető testület elsődleges feladata, hogy termékvásárlás vagy szolgáltatás igénybevételekor az esetleges problémákat megpróbálja rendezni a kereskedő és a fogyasztó között. A testület elnöke Görömbeiné Balmasz Katalin elmondta, a lakosság még mindig nincs teljesen tisztában azzal, hogy fogyasztói jogvita esetén első körben a vásárlónak és a kereskedőnek kell megpróbálnia az egyességkötést, a békéltető testület pedig csak akkor indíthat eljárást, ha a feleknek nem sikerült megegyeznie. Fogyasztói panasz abban az esetben megalapozott, hogyha előtte a fogyasztó kellőképpen ismeri azt, hogy ő tulajdonképpen milyen szerződést kötött, milyen jogai vannak, illetve mivel áll szemben, tehát arra a kereskedőre, arra a vállalkozásra milyen szabályok vonatkoznak a fogyasztóval szemben. Az elnökasszony elmondta, a korábbi évekhez képest idén megnövekedett a konkrét termékekkel kapcsolatos panaszok száma, amint egy 300 elbírált ügy kétharmada volt ezekkel kapcsolatos. Ami ugyanakkor a közelmúlthoz képest változatlan, hogy a termékvásárlással kapcsolatos ügyek ötöde a cipőköz köthető, de sok a híradástechnikai, valamint a háztartási kerti gépekkel kapcsolatos eset is. Az idei évben egy érdekes egyensúlyvesztés történt, mert eddig úgy közel azonos volt a termék és a szolgáltatás aránya. Most az idei évben a szolgáltatások aránya az egy harmad volt az összes ügyből, és hát így nyilvánvalóan kétharmada termékekre vonatkozó. Szolgáltatásokból leggyakoribb a hírközlési, mobiltelefonos és ilyen jellegű szolgáltatások. Ez a ügyeknek a 11%-a, illetve a másik ilyen nagy halmaz a közüzemi szolgáltatások. Az idei évben a gáz szolgáltatással kapcsolatos panaszok voltak ezen belül a legtöbb. Ebben az esetben elsősorban a szabálytalan vételezéssel, valamint a díjak befizetésének elmaradásával kapcsolatban keresték meg a békéltető testületet a fogyasztók. Az elnökasszony hozzátette, évről évre növekszik az internetes termékvásárlások és szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos vitarendezések száma is. 2019-ben az elbírált ügyek 16%-a volt ilyen jellegű.